Kezdjük! Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy eljöttek, és ez nagyon fontos nap ez nekünk, hiszen a Városegyesítés 150. születésnapját ünnepeljük, és ilyenkor mindig valami nagy dolgot kell csinálni, és szerintem azért fontos, hogy ma megcsináltuk azt, amit már régóta terveztünk, hogy megnyitjuk a Városházát a budapestiek előtt. Ez nem csak egy új köztér, hanem egy politikai filozófia is, ha úgy tetszik, hiszen mi a nyitott kormányzásban hiszünk, és az, hogy ez a Városháza mostantól nyitva lesz a budapestiek számára, ez egy fontos és állandó emlékeztetés arra, hogy mi vagyunk önökért, hogy a mi dolgunk az, hogy szolgáljuk ezt a várost, amely az elmúlt 150 évben nagyon sok szép és fájdalmas emléket hordoz magában. Ezek a képek, amiket itt látnak, amelyről majd nálam sokkal avatottabbak fognak beszélni, ezeket a szép és néha nehéz éveket idézik föl. De ami biztos, hogy ez a tér, amely 30 éve tulajdonképpen egy burvás parkoló, ez át fog alakulni egy városi köztér, egy agórává. Ennek az első lépése ez a ma esti lépés, hogy megnyitjuk a Városháza passzást, holnap megnyitjuk a Merlin Színházat is, ami szinte fölfoghatatlan, hogy lassan 10 éve volt zárva, és újra megtelik majd kultúrával. Arra kérem önöket, hogy szeressék ezt a várost, ezt a 150 éves, de még mindig nagyon jó karban lévő várost, mert ez a város is nagyon szereti önöket. Jó szórakozást a kiállításhoz, és vegyék birtokba a város minden pontját, a Városháza parkot is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek!